A pénzügyi reformról holnap esti híradónkban számolunk be részletesen. A világban, különösen Európában a stabilitás csak akkor biztosítható, ha a nemzeti kisebbségek jogait biztosítják, jelentette ki Szili Katalin Sepsiszentgyörgyön az Európa és az őshonos nemzeti közösségek című közéleti fórumon. A miniszterelnöki főtanácsadó Kulcsár Terza József parlamenti képviselő meghívására érkezett Sepsiszentgyörgyre. Megkoszorúzta az 1889-ben épült Fogolyánházon található emléktáblát Sepsiszentgyörgyön Szili Katalin magyar miniszterelnöki főtanácsadó, mielőtt közéleti fórumon vett volna részt a nemzeti kisebbségek témakörében. Az épületben jelenleg a prefektúra székel, a nagymúltú orvosdinasztia örökösei mind a mai napig nem kapták vissza az államtól. Az intézmény engedélyezte ugyan a koszorú elhelyezését, de levétették róla a nemzeti színű szallagot. A közéleti fórumot szervező Kulcsár Terza József parlamenti képviselő sérelmezte a gesztust, elmondta, olyan Európában élünk, ahol nem használhatjuk szimbólumainkat, és ahol nem beszélhetünk az autonómiáról. Szükségünk van, hogy lássák, hogy közösen nagyobb az erőnk. Szili Katalin elnökasszonynak sokat köszönhetünk. Az elmúlt időben tudjuk, hogy a Kárpát-medencei magyarságért mennyit harcol, az autonómiáért tesz. Én részt veszek vele egy nemzetközi körúton, ha így lehet fogalmazni, ahol a nemzeti ügyeinkről és autonómiáról beszélünk, és ezáltal köszönöm is neki, hogy kiáll az erdélyi magyarságért, nagyon fontos számunkra. Szili Katalin elmondta, az elmúlt 18 esztendő bebizonyította, hogy Brüsszel az őshonos nemzeti kisebbségek kérdésével nem kíván foglalkozni, de a küzdelmet nem adják fel, hogy az őshonos kisebbségek esetében egy európai kötelező érvényű szabályozás szülessen. Tudnunk kell, hogy Európa lakosságának 10%-a él ma őshonos nemzeti közösségi létben, ezzel nem foglalkozik, 5%-a migráns azzal foglalkozik, így nekünk minden egyes lehetőséget meg kell arra ragadni, hogy Brüsszel figyelmét felhívjuk arra, hogy ez európai kérdés és nem belügye minden országnak, hogy milyen politikát kell folytatni a nemzeti kisebbségi közösségeikkel, és mik azok a standardok, amit be kell mindenkinek tartania. A fórumon bemutatták Szili Katalin 30-ból 10 című könyvét, amely teljes képet mutat az elmúlt 10 év magyar nemzetpolitikájának az eredményeiről, illetve ismerteti az európai szabályozás hiányosságait is a nemzeti kisebbségek védelme területén.